Kleics Botond játszik harmonikáján a Nemzetiségi Hagyományőrző Fesztiválon. A népviseletük és a jellegzetes ételeik mellett egy német népdalt is hozott az eseményre a pécsi német önkormányzat. A városban már több száz éve jelen van a németség. Van egy középkori, az elsősorban polgári lakosságot jelentett, és ugye a nagy betelepülések korszakában, amikor főleg parasztemberek, kézművesek érkeztek az országba, akkor Pécs környékén nagyon sok ember telepedett le. A 18. század elejétől tehető ez a dolog, ez az esemény sor, és aztán később egyre többen be is költöztek a városba. Nagy volt a hullám akkor, amikor a II. Világháború után az iparosodás következtében nagyon sokan itt találtak munkát, és akkor úgy gondolták, főleg a fiatalabb generáció, hogy akkor már mindjárt a városba is költöznek. És vannak a városban olyan területek, a Ledina környéke például, ahol annak idején nagyon sok német család költözött be a környező falvakból, és hozta magával ezt a kultúrát. A német nemzetiség az egyik legnagyobb létszámú kisebbségi közösség a Dél-Dunántúlon. Pécsett is sokan élnek olyanok, akik német nemzetiségűnek vallják magukat. Több tízezeret tehető a számuk, ugye van a népszámlási adatok, nem mindig megbízhatóak. Mi úgy számolunk, hogy azért egy minimum egy 15-20-30 ezer emberrel lehetne számolni. Régen elég volt a telefonkönyvet végignézni, és akkor az ember nagyjából tudta azt, hogy hányan lehetnek. Flódung János arról is beszélt, hogy Pécset sokan szokták a mediterrán városnak hívni, de szerinte a nemzeti sokszínűség is egy nagy erénye a Baranyai megye székhelynek. Talán az országban az egyetlen olyan nagyváros, ahol nagyon sok nemzetiség jelen van, politikai képviselettel is jelen vagyunk, különböző egyesületekkel, civil egyesületekkel, kórusokkal, tánccsoportokkal, színházakkal és egyéb iskolákkal. A mi esetünkben óvodákról is tudunk beszélni, sőt a városban nemzetiségi egyetemi képzés is van. A pécsi német önkormányzat elnöke hozzátette, hogy az, hogy több mint 300 éve élnek a városban és környékén németek, az azt is bizonyítja, hogy nagyon jó az együttműködés a magyarsággal és a többi nemzetiség képviselőivel.